járvány miatt zárva tartó Somogyi Károly városi és megyei könyvtár igyekszik a nehéz időszakban is minden törekvésével az olvasók igényeit szolgálni. Ilyen például az online beiratkozás, a könyvtárpont szolgáltatás, valamint a helyi ismereti gyűjtemény online térbe költöztetése. Ez utóbbihoz egy játékot is kitaláltak, amelynek a lehet egy helyi ismereti kérdéssel több címet adták. A Somogyi Könyvtár közösségi oldalán indítottunk el tavasszal a pandémiás helyzet hatására, kerestük azokat a formákat, hogy hogyan tudnánk valamiképpen a helyi ismereti gyűjtemény értékeit, Szeged nevezetességeiről, érdekességéről, várostörténetről valamit mutatni, kapcsolatot tartani az olvasókkal, és akkor indítottuk el ezt a játékot. Két heti rendszerességgel találkozhattak az olvasók, az érdeklődők ezekkel a játékokkal. Egy-egy képhez valamilyen részletét megragadó kérdést tettünk föl. Ez lehet a hol járunk, lehet, hogy kiről nevezték el, mikor épült, ki az építésze, tehát nagyon széles volt a paletta, vagy színes volt a paletta, és hát ezekkel a kérdésekkel időről időre találkozhattak az olvasók, de közvetlenül az ismeretszerzés örömén túl nem volt közvetlen jutalom, és azért gondoltunk arra, hogy időszakonként beiktatunk egy olyan visszatekintő kvízt, helyismereti kvízt, amit az addig az elmúlt időszakban posztolt kérdésekből állítunk össze. Egy válogatást, aminek a végén aztán a beküldők, a helyes válaszokat beküldők között értékes könyvcsomagokat fogunk kisorsolni. Ez éppen a karácsonyi időszak, az ünnepi időszakban volt ebben az évben, és így zárásképpen, az év zárásaképpen elkészült egy ilyen kvíz, és erre nagyon örültünk, hogy több mint 60 megfejtő küldte be a megfejtést, és hát ezek a játékosok közül, ezek közül a játékosok közül sorsoltunk ki 3 nyertest. És ezek a nyertesek egy-egy Somogyi Könyvtári könyvcsomagot vesznek át most az új év kezdetén. Az egyik kisorsolt nyertes Csanádi Anikó volt, aki a könyvtár hírleveléből értesült a részvételi lehetőségről. Ebben bukkantam rá egy karácsony előtt erre a kis kitöltendő kérdőívre, és mivel éppen volt annyi időm, hogy úgy gondoltam, hogy meg tudom csinálni, hát így vettem a fáradtságot, és akkor elkezdtem kitölteni a kérdőívet. Mivel szegedi vagyok, így érdekelnek ezek a kérdések, meg nagyon fontosnak tartom a város ismeretét. Ezért aztán nem csak úgy kutyafuttába próbáltam meg kitölteni, hanem utána néztem azoknak a kérdéseknek, amiket így fejből nem tudtam. Hát volt egy jó pár azért, úgyhogy viszonylag sok időt vett igénybe, mire kitöltöttem, de úgy tűnik, hogy sikeres volt, mert ugye 10-ből 10-et sikerült eltalálnom. Aztán hát így nagy meglepetésemre egyszer csak jött az e-mail, hogy kisorsoltak, amikor én már nagyjából is felejtettem az egészet. Terveink szerint ebben az évben is folytatjuk ezt a játékot. 2 hetente fog jelentkezni a közösségi oldalon, hasonlóképpen, mint az elmúlt időszak hagyományának megfelelően Szeged város történetével, épületeivel, történelmével kapcsolatos kérdéseket fognak ott látni, és hát reméljük, hogy hasonlóképpen sokan fogják követni, és sokan fognak aztán a visszatekintő kvízeken is a nyereményekért játszani.